internetes apró hirdetési oldalakon árulta a focimezeket a férfi. A termékeket ő maga is a világhálón keresztül szerezte be külföldről. Egy-egy ruhadarabért nagyjából 10 000 forintot kért. A pénzt a vevők előre utalták. Az üzlet jól ment, valami miatt az eladó viszont egyszer csak hiába kapta meg a pénzt, nem küldött senkinek mezt. Összesen 33 ismert áldozata volt, akik bár fizettek, sosem kapták meg az árut. A férfi ellen nyomozás indult, abból pedig bírósági per lett, ami most ért véget. A szekszárdi járás bíróság 33 rendbeli csalás miatt mondta ki a vádlottat bűnösnek, egy rendbeli csalás büntette és 32 rendbeli csalás vétsége miatt, ezért halmazati büntetésül 1 év 3 hónap börtönbüntetésre ítélte, ennek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette. Az internetes csalónak emellett meg kellett fizetnie a kiszabott pénzbüntetést is, valamint vagyonelkobzást rendeltek el vele szemben. Az ítélet jogerős.